Üdvözlöm a negyedéves orvostan hallgatókat! A nevem dr. Székely András, és az elkövetkező három előadást én fogom önöknek tartani. A mai nap a radiológiában használatos kontrasztanyagokról lesz szó. Az olyan kérdésekre keressük ma a választ, mint hogy mit jelent az, hogy kontrasztanyag allergia, mikor adhatunk a pácienseknek kontrasztanyagok, milyen kontrasztanyagok léteznek, mit jelent az, hogy kontrasztanyag indukált a nefropátia, és miért lehet veszélyes például a gadolinium. Viszont elsőként ezt a kérdéskört járjuk körül egy sokkal hétköznapi példán keresztül. Mit jelent az, hogy kontraszt? A kontraszt valamilyen különbözőséget, devianciát, eltérést fejez ki. Hogyha egy TV készülék vásárlása előtt állunk, akkor a technikai paraméterek között megtaláljuk a felbontás mellett például az úgynevezett kontrasztanyag fogalmát is. Ez általában egy az egymillióhoz, vagy esetleg egy még nagyobb szám, ami azt fejezi ki, hogy mi az a legnagyobb különbség a TV által előállítható legfehérebb és legfeketébb pixelek között. Értelemszerűen ez az érték minél nagyobb, annál jobb a képminőség. Természetesen nem csak a kontraszt aránytól függ a képminőség, de hogyha pusztán a kontrasztanyag értéket nézzük, akkor az a jó, hogyha az egy után egy minél nagyobb érték szerepel. A radiológiában nem feltétlenül jó minőségű képek előállítására törekszünk, hanem a célunk az, hogy az épet a kórostól minél jobban elválasztjuk. És ehhez úgynevezett kontrasztanyagokat használhatunk. Természetesen nem minden esetben szükséges kontrasztanyagokat használnunk, hiszen például egy csonttörés egy röntgenfelvételen felvételen könnyedén felismerhető, mivel a csont és a környező látszövetek között a különbség, vagyis a kontraszt eléggé nagy. Ugyanígy nagy a kontraszt egy pénzérme, illetve a gyermek hasüregében elhelyezkedő szervek között, illetve az azok által keltett árny, árnyékok között, úgyhogy ezen a képen könnyedén felismerhető, hogy ez a pénzérme ez még valahol a gyomorban helyezkedik el. Ugyanígy nagy a kontraszt egy Koponya űri vérzés és a vérzés által összenyomott agyi szövetek között is. Na de, miért is alkalmazunk kontrasztanyagokat? Alkalmazzuk őket, hogy fokozzuk a vizsgálni kívánt szerv és környezetek közötti különbséget. Például ezen a natív vese felvételen, amikor a páciens semmilyen kontrasztanyagot nem kapott, egészen nehéz megítélni azt, hogy a jobb oldali panaszok hátterében most pontosan mi áll. Hogyha vese vagy uréterkő, akkor sajnos azt sem tudom elkülöníteni, mert ezen a felvételen nem látszik a szóban forgó kő. Viszont, hogyha adok a páciensnek intravénás jódos kontrasztanyagot, és várok 15-20 percet, akkor ez a kontrasztanyag kiválasztódik a vesékben, és össze tudom hasonlítani a két vesét, és látom, hogy jobb oldalon egy meglehetősen szignifikáns pangás látható a vesében, illetve a jobb uréter is tágult, viszont körülbelül a középső harmadának a, a jobboldali uréternek egy telődés kiesést látok, ami nem teljes, mert a disztális uréter szakasz is telődik, viszont itt nagy valószínűséggel egy kő helyezkedik el, ami nem engedi a vizeletet megfelelő ütemben távozni, ezért a vese üregrendszere is pang, és a páciensnek fájdalmai vannak. Egy másik példa, egy natív melkas CT-t hoztam. Itt a mediasztinális ablakkal láthatjuk a mediasztinumban elhelyezkedő ereket, zsírszövetet, légutakat és egyéb struktúrákat, viszont közöttük a határ nem éles. Nem tudom elkülöníteni biztonsággal, hogy most ez a kerekdett struktúra, ez egy nyirokcsomót takar, vagy csak egy fiziológiás érszakasz, úgyhogy Ilyen esetekben kontrasztanyagot kell adnom a páciensnek vénásan, és hogyha így teszek, akkor most már jól látható, hogy ez itt a felszálló aorta, leszálló aorta, truncus pulmonalis, vénakáva superior, és jobb oldalon szorosan a mediastinumhoz hozzáfeküdve egy szabálytalan alakú, inhomogénen halmozó terime látható, ami megfelelő klinikai háttérrel, nagy valószínűséggel egy tüdődaganatot takar. A kontrasztanyag halmozásból, annak a dinamikájából következtethetünk az elváltozásoknak a természetére is. Itt van egy négyfázisú hasi CT vizsgálat, tehát a natív képen, a natív sorozat alkalmával a páciens nem kapott semmilyen kontrasztanyagot, majd különböző idő eltolódással megkapta a kontrasztanyagot, illetve készültek még képek 5 perccel, illetve 15 perccel a kontrasztanyag beadását követően is, és akkor így kapjuk meg az artériás, a vénás, illetve a késői sorozatokat. Ezen a sorozaton az látszik, ezen a natív sorozaton, hogy a májban a 7-es, 6-os szegmentumok határán van egy nagyobb góc, illetve tőle laterálisan, dorsálisan egy kisebb, bizonytalanabb góc, amit ugye így nehéz megmondani, hogy pontosan micsoda, viszont hogyha kontrasztanyagot adunk a páciensnek, és megfigyeljük a kontrasztanyag halmozás dinamikáját, akkor láthatjuk, hogy ez, az, ez a két góc a kontrasztanyagot széli részről kezdi el halmozni, olyan tócsaszerűen, majd kis idő elteltével a centrális területek is egyre jobban betelődnek, végezetül a késői sorozaton azt látjuk, hogy mind a két elváltozás a májjal izodenzé, vagyis hasonló denzitásúvá válik. Ez azt mondja meg számomra, hogy ez a góc nagy valószínűséggel egy benignus elváltozás, és mivel ilyen tócsásan, fokozatosan kívülről befelé telődik, nagy valószínűséggel azt mondhatom, hogy ez egy típusos hemangioma. Természetesen ennek a páciensnek, hogyha ez az elváltozás most került felismerésre, akkor további kontrollvizsgálatokra lehet szüksége, de egy vizsgálat után is meg lehet valakit nyugtatni, és azt mondani neki, hogy ez nem egy, nem egy, malignus daganat, hanem ez egy jóindulatú indulatú elváltozás a májban. Röviden a röntgenkép keletkezéséről, tehát mindig van egy sugárforrás, ahonnan a röntgenfotonok elindulnak, áthaladnak a páciens testén, itt különféle mértékű gyengülést szenvednek el, végezetül pedig becsapódnak egy detektorba. Ez ma most már digitális detektorokat takar, és a detektorokon néhány másodpercet követően létrejön a kép, illetve innen elindul az információ, és megjelenik a vizsgáló helyiség előtt mellett található kezelő helyiségben a monitoron a kép, ezt pedig ugye továbbítják majd a radiológusok felé a számítógép, számítógépére, és egy hasonló fekete-fehér struktúrákból összeálló képet fogunk, egy árnyképet fogunk kapni. Nagyon fontos, hogy röngen esetében transzparencia fokozódásról, vagy transzparencia csökkenésről beszélünk. Ugye a transzparencia csökkent terület azok a struktúrák, például a csont, a fém és a kontrasztanyag, amelyek fehér színben tűnnek fel, fokozott transzparenciájú pedig a levegő, és a zsír. Ezek fekete színben fognak feltűnni. Hogyha megnézzük ezt a felvételt, a két borda között meglehetősen fekete szint látunk. Ez a normál levegőnek a színe. Hogyha pedig megvizsgáljuk a szívizomszövetet, a csigolyatesteket, egy fehér szint láthatunk, ahol a transzparencia csökken, tehát az áthaladó fotonoknak az ereje ott csökken és bízom benne, hogy mivel már néhány másodpercen nézzük ezt a felvételt, ezt a melkas röngent, sok ember számára világos, hogy ez nem egy fiziológiás melkas, hanem itt egy jobboldali totál PTX-et láthatunk, ami, aminek következtében itt a fehér nyilak mutatják a kollabált tüdőt, a bordák között ugye, egy sokkal intenzívebb fekete szint látunk, mint az ellenoldalon, illetve hiányoznak a fiziológiás tüdő rajzolatok, és a trahaja is minimálisan balra görbül. A CT is röntgensugarak felhasználásával működik, illetve ugyanúgy van egy detektor, csak itt a sugárforrással szemben egy detektor sor, egy detektor gyűrű helyezkedik el, ami a sugárforrással szinkron forog a páciens teste körül. Tehát itt, a, itt, az elv az egy kicsit másabb. Itt nem egy árnyképről van szó, mint a röngen esetében, hanem egy számított képről, és ezáltal a, CTs CT sokkal több információt ad, sokkal precízebb információval szolgál. Viszont a, a, szín, a színek azok hasonlóak, sőt ugyanazok, mint a röngen esetében, tehát a csont, a kontrasztanyag, a fémek fehér színben fognak feltűnni, a levegő egészen, bocsánat, fehér, a levegő egészen fekete, és a köztes struktúrák, tehát a, a, víz, a lágy szövetek, azok pedig ilyen szürke színben fognak feltűnni. Itt viszont denzitás fokozódásról és csökkenésről fogunk beszélni, tehát hiperdens struktúrák a fehér struktúrák, például a csont, hipodens struktúra például a bronhúsban elhelyezkedő levegő. És akkor itt vannak a röngen kontraszt anyagok, melyeket csoportosíthatjuk pozitív, illetve negatív kontraszt anyagokra. A pozitív kontraszt anyagok között olyan magas rendszámú elemeket találunk, mint például a bárium vagy a jód, a negatív kontrasztanyagok közé tartozik a levegő, a széndiokszid, a metilcellulóz, a víz, Ezeket vagy önmagukban, vagy kettős kontrasztvizsgálatok során alkalmazzuk, és ahogy mondtam, ezek röngen esetében transzparencia különbségeket, CT esetében pedig densitás különbségeket hoznak létre. Íme néhány példa. Negatív kontrasztanyag tehát a levegő, amit például CT kolonográfia során használunk. Itt a pácienst alulról szindioxiddal töltik fel aminek következtében kitágulnak a belek, és itt látható, hogy ez a széndiokszid, ez milyen szép homogén fekete színben tűnik fel. Az ne tévesztem meg senkit, hogy ez a páciens orálisan is kapott kontrasztanyagot, valószínűleg jódos kontrasztanyagot kapott folyadék formájában, és ez a jódos folyadék, ez itt a beleknek az alján terül el. Ugye az remélem, hogy mindenki számára világos, hogy a CT vizsgálatok fekvő helyzetben készülnek, alapból axiális sorozatokat készítünk, tehát most, hogyha ránézzünk erre a képre, akkor a páciensnek a lába van hozzánk közel, és itt ö, rá is van írva a képre, hogy a képnek a bal oldala az a páciensnek valójában a jobb oldala, illetve nekünk a képnek a jobb oldala az a páciensnek a bal oldala. A CT kolonográfia során készülhetnek ilyen virtuális ö, áttekintő nézetek is, aminek segítségével könnyedén áttekinthető a fal, illetve a különféle léziók felismerhetőek. Itt egy hasi CT képanyagát láthatjuk. Hasi CT előtt a páciensek egy másfél órával körülbelül másfél liter folyadékot kell, hogy fogyasztanak, mégpedig azért, hogy a belek jól feltöltődjenek, és nem csak a vékony belekig, hanem egészen a vastag belekig el tud jutni ez a, ez a víz, és ez nagyban, megsegít, meg, nagyban segíti a radiológusoknak a munkáját. A bárium szulfát egy pép, egy, egy fehér pép vagy por. Egyébként a bárium önmagában toxikus, de szulfátos formájában teljesen inert. Használhatjuk hígabb oldatként monofázisos vizsgálatok során, és itt a bal oldali képet kell, hogy nézzük. Itt a páciens ezt a kontrasztanyagot megissza, és képerősítő alatt, tehát folyamatos röntgensugárzás alatt vizsgálhatjuk magát a nyelésnek a folyamatát, a gyomorból történő kiürülést, illetve felismerhetünk különféle kóros benyomatokat. Hogyha gázképző anyagot is adunk a páciensnek, tehát negatív kontrasztanyagot is használunk a pozitív mellett, akkor megvárhatjuk, amíg a gáz hatására a kontrasztanyag távozik a gyomorból viszont ö, például a fekélyekből ö, még a gáz sem tudja kinyomni a kontrasztanyagot, és ez segíthet bennünket például a különféle fekélyek vagy prekancerózus elváltozásoknak a felismerésében, viszont erről majd még két hét múlva részletesebben fogunk beszélni. A báriumszulfát beálltható szájon át, illetve rektálisan, Azért kell vele vigyázni, mert peritonitiszt is tud okozni, illetve aspirációs pneumóniát is tud indukálni. Egy kellemetlen vagy kellemes mellékhatása, honnan nézzük, az, hogy hasmenést tud okozni, illetve fokozza a belegből történő ürülést, két-három nap múlva egyébként távozik. Hogyha a páciens nem kaphat báriumszulfátot, mert például Ileus gyanúja áll fent, ugye Ileusban azért nem adjuk, mert hogyha eljut esetleg a, a belekig, a vastag belekig, akkor a szervezet kivonja belőle a vizet, és visszamered ez a nagyon-nagyon sűrű, pép, vagy esetleg már szinte por formájú báriumszulfát, ami aztán teljes bélezáródást tud okozni. Tehát ilyen esetekben ne adjunk báriumszulfátot, viszont adhatunk gastrografint, ami viszont már egy jó tartalmú kontrasztanyag, de ugyanúgy pozitív röngen kontrasztanyag. És akkor beszéljünk a jó tartalmú kontrasztanyagokról, ezeket csoportosíthatjuk lipofil, illetve vízben oldódó formákra. Régebben kolecisztográfiára használták a jó kontrasztanyagokat, a páciens ezt orálisan bevette, majd ugye kiválasztódott az EP-ben, és röngenerősítő alatt látszódott, hogy nem egészen homogénen telődik fel az epehólyag, hiszen a kövek ö, ugye transzparencia csökkenést okoztak ö, ö, önmagukban. Viszont mivel ma már van ultrahang, ma már egy, epe, egy epekövet nem röngen alatt, hanem ultrahang segítségével diagnosztizálunk, sokkal könnyebben hozzáférhető, illetve nem jár semmilyen kóros sugárzással vagy káros sugárzással. Viszont kolangiográfiában, még mindig használunk, és ez esetben ultrahangos vezérlés mellett megpungálják az epeutakat, és feltöltik őket ilyen kontrasztanyaggal, és akkor kapunk egy ilyen gyönyörű mintázatot az Epe epeutakról. Ugye ez itt a, a fő, fő törzs, illetve a bal, illetve a jobb lebenyhez futó fő epeág és itt információkat kaphatunk kóros tágulatokról, szűkületekről, diagnosztizálhatunk követ, illetve magának a beavatkozásnak lehet egyik javallata az, hogy követ távolítsunk el. A tartalmú kontrasztanyagok között a hidrofil, vagy vízben könnyedén oldódó kontrasztanyagok terjedtek el a gyakorlatban a legjobban. Ezeknek az alapja egy gyűrű vagy egy, vagy két gyűrű található meg ezekben a kontesztanyagokban. A gyűrű második, negyedik, illetve hatodik szénatomához egy jódatom kapcsolódik kovalensen, tehát ez egy erős kötés, innen a jódatom nagyon kicsi valószínűséggel tud csak kiszakadni. Az első helyen lévő oldalánc pedig meghatározza azt, hogy most ez egy ionos molekula lesz, vagy pedig egy anionos molekula, és itt a 3-as, 5-ös pozícióban kapcsolhatunk hozzá különféle oldaláncokat, amik a további tulajdonságait határozhatják meg a kontrasztanyagnak. Így ma már a piacon számtalan kontrasztanyag kapható, nálunk például omnipakot, optirét, szenetixet, illetve vízipakot találunk a CT vizsgálókban, és ezeket használjuk a vizsgálatok során. Ezek a, ezek a kontrasztanyagok a vesén át fognak ürülni, és ahogy elmondtam, használhatjuk őket például ezekhez a nyeletéses vizsgálatokhoz, röngen urográfiához, CT vizsgálatok során nagy mennyiségben használjuk ezeket a kontrasztanyagot, illetve az érfestéses vizsgálatokhoz is, tehát például a kardiológusok is ilyen kontrasztanyagot használnak, a szívkatéteres beavatkozások során. Minden szervezetbe bejutatott idegen anyagnak lesz valamilyen hatása, még hogyha csak nagyon diszkrét, akkor is valamilyen hatást fog indukálni a szervezetben. Bár ma már törekszünk arra, hogy nem ionos, alacsony viszkozitású és ozmoláris kontrasztanyagokat használjunk, de ezek is idegen anyagok a szervezet számára, tehát ö, valamilyen, valamilyen hatásuk lesz. Ilyen enyhe hatás lehet például a hányinger, ami azzal magyarázható, hogy a véragygát nem teljesen vonja be a központi idegrendszert, hanem a medulla area területén a kontrasztanyagok ö, kapcsolatba kerülhetnek a központi idegrendszerrel, és hányinger tudnak indukálni. A vérbe juttatott kontrasztanyag hipotenzióhoz vezethet, illetve fémes érzést okozhat a szájban. Ahogy elmondtam, vesén át távoznak, és meglehetősen gyorsan kiürülnek a szervezetből. A mellékhatások, tehát ezek voltak az élettani hatások, amik, amik a pácienseknek a nagy-nagy százalékában tapasztalható. Mellékhatásokkal már csak elvétve találkozunk. Ilyen uh, enyhébb mellékhatás lehet a hányás, fájdalom a beadás helyén, melegségérzés, vagy esetleg bőrkiütés, nehéz légzés, szájszárasság, és itt már ugye nagyon kell figyelni, mert itt már átcsaphatunk a sokkal súlyosabb szövődményekhez. Ezért van az, hogy minden uh, kórházban, ahol CT uh, berendezés funkcionál, ott kell, hogy legyen olyan speciálisan felkészített csapat, akik ha kell nagyon rövid időn belül meg tudnak érkezni a vizsgálat helyszínére, hogy a pácienst megfelelő módon ellássák. Nálunk a Keniziben is van ilyen csapat, őket telefonon tudjuk értesíteni, és 5-10 percen belül a helyszínen vannak, és el tudják kezdeni a páciens újraélesztését is, hogyha arra van szükség. Tehát, hogyha hipotenziót, nehéz légzést tapasztalunk a páciensnél, akkor mindenféleképpen értesítsük ezt a csapatot, és ugye ilyenkor szükség lehet oxigén különféle gyógyszerek beadására, adrenalin alkalmazására. Csak néhány szót az allergiás reakciókról. Ugye az allergia alá tartozik az anafilaxia, az anafilaktoid reakció, ami egy sokkal rapidabb reakció, mert még az anafilaxia mindig csak a második ö, vizsgálat során várható, hiszen az első vizsgálat során ö, ugye szenzibilizálódik a szervezet, és csak a második ö, vizsgálat során állnak rendelkezésre azok az IgE molekulák, amik ö, az esetleges anafilaxiát beindítják. Az anafilaktoid reakció az azonnal már az első vizsgálat során jelentkezhet, hiszen ilyenkor az allergének direkt hozzákötődnek a hízósejtekhez. Ide tartozik még az angioödéma, illetve az urtikária is. Ezek a reakciók nagyon gyorsan, tehát egy órán belül várhatóak, hogyha kialakulnak, nem feltétlenül, sőt, ahogy elmondtam, az esetek nagyon nagy többségében nem alakulnak ki ilyen mellékhatások, viszont ezért nagyon fontos a páciens legalább 30 percig megfigyelni. Fontos mindenkinek táj, mindenkit tájékoztatni arról, hogy ha esetleg egy héten belül tapasztal bőr erupciókat, akkor az szintén a CT vizsgálatnak, a, vagyis a jódos kontesztanyagnak a mellékhatása lehet, ilyenkor ugye nem kell pánikolni, értesíteni kell a házi orvos, de nem kell feltétlenül megijedni, és ugye, amikor valaki azt mondja, hogy nekem volt egy CT vizsgálatom kettő évvel ezelőtt, allergiás reakcióm volt, akkor ez nem biztos, hogy jódallergia, hiszen ne felejtsük el, hogy a jód erősen, kovalensen kötött a benzolgyűrűhöz, hanem itt nagy valószínűséggel arról van szó, hogy a hordozó molekula és azok az oldalláncok felelősek az allergiás tünetekért. Ilyenkor, ahogy ö, említettem már, lehet más készítményekhez nyúlni, van második, harmadik, negyedik típusú kontrasztanyag, sőt még tizedik, meg huszadik is, és ezeknek a segítségével el lehet végezni a vizsgálatot, viszont nagyon fontos, hogy ki kell deríteni allergológus segítségével, hogy pontosan mire allergiás az a páciens. A kontrasztanyagok ozmotikus hatással is vannak a szervezetre, hiszen egy idegen anyagot jutottunk a vérkeringésbe, ami ugye megváltoztatja ott a, a, helyi vízteret, illetve a helyi ionokat, és ennek következtében a vörösvértestek deformációt szenvedhetnek, ez pedig fájdalomhoz vezethet, vaszkulitiszthez, trombózishoz, stb. A kemotoxikus hatásnak tulajdonítják a hányingert, a hányást, az aritmiákat, a hipotóniát, illetve a konvúziókat is. És érdekességként itt a tirotoxikus krízis alá hoztam egy táblázatot. Egyébként a manifest hipertireózis az, az egyértelmű ellenjavallata a júdos kontrasztos CT vizsgálatoknak. Tehát hoztam egy, egy táblázatot, amiből kiderül, hogy egy átlagos 70 kg-os páciens egy koponya CT vizsgálat során körülbelül 24 g jódot kap intravénásan, ami ugye egy nagyon jól kötődő jódot takar, ami egy-két órán belül távozik is a szervezetből, de tireotoxikózis esetén, illetve manifest hipertireózis esetén nem kockáztathatjuk azt meg, hogy esetleg ebből a nagy mennyiségű jódból akár, akár néhány tized is kiszabaduljon a szervezetben Megtalálható enzimek hatására, hiszen ez egy, ez egy, ez egy óriási nagy mennyiségű jódot takar, úgyhogy ö, az ilyen pácienseknél inkább kerüljük a jódos kontrasztanyagok alkalmazását. CT vizsgálat előtt minden páciensnek ki kell tölteni egy kérdőívet, akkor is, hogyha a korábbi vizsgálat során is kitöltötte ezt, hiszen itt minden, mindenféleképpen rá kell kérdeznünk, hogy volt-e korábban bármilyen allergiája a vizsgálatot követően, vagy van-e alapból valamilyen felismert allergiája. Az, hogy valaki azt mondja, hogy ő a kutyaszőrre, macskaszőrre, porra, betadinra allergiás, az nem jelenti azt, hogy nem eshet át ilyen vizsgálaton, viszont pontosan fel kell mérnünk a páciensnek a rizikóját. Azt ma előtt kaphat a páciens steroidot. Mindenféleképpen rá kell kérdeznünk, hogy van-e hipertireózisa, szívelégtelensége, cukorbetegsége, vesebetegsége, és a következőkben ezekről lesz majd szó. Tehát ma már sajnos nagyon sok a kettes típusú cukorbeteg, és nem helytelen feltételezés az, hogyha azt gondoljuk, hogy minden kettes típusú cukorbeteg szed valamilyen metformint, vagy annak származékát. Sajnos a metformin, mint gyógyszer a nevéből nem feltétlenül kikövetkeztethető, mert például ez a Compatact vagy Velmetia, ez nem egyértelműen utal arra, hogy ez egy metformin tartalmú készítmény. Na most a metformin, illetve a jódos kontrasztanyag is a vesén keresztül próbál kiválasztódni, tehát ők versengenek egymással, és sajnos ennek a harcnak az lesz a következménye, hogy a metformin az alul marad, és elkezd kumulálódni a szervezetbe, hogyha ezzel szimultán a páciens jódos kontrasztanyagot is kapott ha a metformin felhalmozódik a szervezetben, akkor laktát acidózist tud indukálni, ami egy súlyos, életveszélyes anyagcsere zavar. Definíció szerint ez azt jelenti, hogy a vér pH-ja 7,25 alá süllyed, illetve a laktát szint megemelkedik 5 mmol per liter fölé. Ennek a tünetei nem feltétlenül könnyedén felismerhetőek, hiszen egy enyhe hányinger hány hányás hasmenéshez nem nem annyira diagnosztikus, talán még izomfágyalom sem, viszont egészen súlyos tünetek, akár kóma is kialakulhat, viszont ez az állapot ez uh, direktben nem gyógyítható, hanem nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésére, főleg, hogy a mortalitása az meglehetősen magas. <kül> És uh, ugye a tüneti kezelés alatt azt értem, hogy alkalizálni lehet a pácienst, vagy pedig a tejsavat eltávolítani a szervezetéből valamilyen dializálás formájában. Tehát az európai javaslatok szerint a vizsgálat előtt kell azonosítani a pácienst, és fel kell mérni a GFR szintjét. A vesefunkciótól függően, vagy a vizsgálat napján, vagy már 48 órával a vizsgálat előtt le kell állítani a metformin szedését. Mi egyébként azt szoktuk mondani a pácienseknek, Mindenkinek, aki metformin szed, hogy 48 órával a vizsgálat előtt hagyja abba a metformin szedését, az a biztos, illetve hogy jól hidrálja magát, mert ö, talán az, az ö, még inkább egy fontos tényezője a vizsgálatnak. Hogyha a GFR egyébként 30 ml per, per perc, per 1,73 négyzetméter alatt van, akkor eleve kontraindikált a metformin, illetve a júdos kontesztanyagot sem kaphat a páciens, hogyha pedig 30 és 60 között van, akkor elvégezhető a vizsgálat, de megint csak úgy, hogyha kihagyjuk a metformint, de igazándiból az a legbiztonságosabb, hogyha minden kettes típusú cukorbetegségben szenvedő páciens a CT vizsgálat előtt 48 órával elhagyja a metformint, és még két napig nem szedi. A kontrasztanyag indukált nefropátia egy ritka szövődmény, de súlyos szövődmény, ami nem azonnal jelentkezik, hanem a kontrasztanyag beadását követően három napon belül. Ennek a patomechanizmusa nagyon egyszerű. A kontrasztanyag ürül a vesén keresztül, és hogyha nincs egy védő ö, réteg a kontrasztanyag, illetve a tubulus sejtek között, akkor azokat direktbe meg tudja támadni. Na most ez a védő réteg, ez egy nagyon egyszerű anyag, víz, amit ö, ugye a vizsgálat előtt nagy mennyiségben adunk a pácienseknek, illetve elmondjuk nekik, hogy a vizsgálatot követően is, legalább három napig próbáljanak meg minél többet fogyasztani belőle, akár három vagy négy litert is, mert ezzel csak a vessélyüket fogják védeni. A cin a vesefunkció akut romlását takarja, a szérum kreatinin szint 25%-os növekedését takarja, vagy pedig az abszolút kreatinin érték 0,5 mg per deciliter emelkedése a kiindulási értékhez képest. További kontraindikációt képez a tireotoxikus, vagyis a manifest hipertireózis, a mieloma multiplex, féjokromocitóma és a terhesség, ugye terhes, terhes nőket egyébként sem szeretünk sem sugarazni, sem pedig különféle kontesztanyagokat adni nekik. A fiokromocitóma ugye vérnyomás kiugrással járhat, és ahogy hallottuk, a kontesztanyagoknak is van olyan mellékhatásuk, hogy az ingerképzés zavarát tudják előidézni, illetve a vérnyomás csökkenését tudják előidézni. A mieloma multiplex pedig azért kontraindikáció, mert itt a, a termelődő paraprotein a tubulusokban megakadhat, és ö, ugye a jódos kontrasztanyag is ott próbál kimenni. Viszont ez a kettő, hogyha egymás ellen harcol, akkor az, az nem jó a páciensek számára. A lipiodol egy különleges kontrasztanyag, jódozott mákolaj egyébként. Régebben szélesebb volt az indikációs köre, ma már elsősorban HCC diagnosztikájára, illetve HCC kemoembolizációjára használják. Azért, mert ez az egyik legérzékenyebb kontrasztanyag a HCC-re. Itt van, itt van egy példa, itt a páciensnek angiográfiás vizsgálat során érfestéssel kimutattak egy HCC-s gócot az angiográfiás laborban, ezt a jódos CT vizsgálat is megerősítette, tehát itt a hetes es szegmentumban látható ez a góc, viszont amikor jódozott mákolajat kapott a páciens, akkor egy újabb góc, itt a, itt a 7-es tehát ez itt a 8-es szegmentum góca, ez pedig a 7-es szegmentum góca, tehát még egy újabb gócra fény derült, ami azért lehet fontos, mert egy solitár májmetasztázist megoperálnak a sebészek Viszont, hogyha kettő, vagy három, vagy még több góc van jelen, akkor ahhoz nem szívesen nyúlnak. A kemoembolizáció pedig azt akarja, hogy az angiográfiás laborban felkeresik az adott gócat ellátó kis artériát, és a mákolaj segítségével azt elzárják, és így az elváltozás is elhal. Az MR vizsgálatok fizikájáról nem szeretnék részletesen beszélni, viszont uh, aki szeretné az ismereteit felfrissíteni, annak a figyelmébe ajánlanám ezt az MRI Made Easy könyvet, illetve almás telefonokra elérhető alkalmazást. Biztos vagyok benne, hogy aki ezt letölti, egyébként ez ingyenes, és nincsenek benne reklámok sem, mert uh, egy nagy gyógyszercég áll mögötte. Szóval aki ezt letölti, az uh, két-három nap után játékos módon fel tudja frissíteni az ismereteit az MR fizikáját, fizikájáról. Azt hiszem szeretném hangsúlyozni, hogy az MR az nem használ sugarakat, hanem az MR képalkotáshoz mágnesre van szükség, egy nagy térerejű mágnesre, illetve rádiófrekvenciás hullámokra, ami segítségével ugye energiát juttatunk a testbe, és a különféle tekercsek segítségével ezt a jelet fogjuk majd visszakapni, és ebből alakul majd ki a kép. Az MR vizsgálatok során használhatunk kontrasztanyagokat is, de ugyanúgy elvégezhetők kontrasztanyag nélkül is. Diamagnetikus, paramagnetikus, szuperparamagnetikus kontrasztanyagokat ismerünk. A paramagnetikus kontrasztanyagok pozitív kontrasztanyagként a T1 relaxációs időt rövidítik, míg a szuperparamagnetikusok negatív kontrasztanyagként a T2 relaxációt rövidítik le gyakorlatban inkább a szuperparamagnetikus, illetve a paramagnetikus anyagokat használjuk. És ö, inkább lássunk néhány példát. Egy szuperparamagneses kontrasztanyagra. Ez egy ö, vasoxid tartalmú kontrasztanyag, és ez, ez itt egy ö, hasi MR vizsgálat. A baloldali képen, az A képen egy T1 súlyozott ö, sorozatot látunk, és itt a Májnak a jobb lebenyének a tetején látunk ventrálisan három kisebb gócot, melyek egészen feketik, illetve dorzálisan egy nagyobb, kicsit szabálytalanabb alakú gócot. És ugye ja, azt tudni kell, hogy a szuperparamágneses vasoxidot a daganatok, nem szeretik felvenni, hanem ezt elsősorban a fiziológiás struktúrák, az épp szövetek fogják majd halmozni. És az látszik a B képen, ami egy T2 súlyozott sorozat, és ami, aminek az elkészítése előtt a páciens megkapta a szuperparamágneses vasoxidot, az látszik, hogy a nagyobb góc az felvette, ezt a kontrasztanyagot, megváltozott a jele, hiperintenzé tehát fehérebbé vált, viszont ezek a kisebb gócok jele ugyanúgy alacsony maradt, vagyis hipointenzek maradtak, mint ezen a T1 képen, tehát ők nem vették fel ezt a kontrasztanyagot. Erről a nagyobb gócról később kiderült, hogy valóban egy jó elváltozás, az egy adenóma volt, ezek a kisebb gócok pedig ciszták, amiktől Szintén nem várhatjuk el, hogy bármilyen kontrasztanyagot halmozzanak, hiszen a ciszták azok, azok nem halmoznak. A, paramá... a, a paramágneses kontrasztanyagok között ö, találjuk a mangánt, illetve a gadoliniumot is. Ezek közül a gadolinium még egy kicsit népszerűbb, viszont a mangán is ö, jól használható. A mangánt, hogyha az érpályába juttatjuk, akkor az egy idő után feldúsul a máj szövetben, és ö, nagyban segítheti a diagnosztikát. Nézzük meg ezt a három képet. A két baloldali az egy MR kép, a jobb oldali pedig a CT kép, ami jódos kontrasztanyaggal készült, és itt metasztázisokat kerestünk a májban. Ugye itt a CT sorozaton látszódik, hogy a hepárnak a bal lebenyében van egy kisebb, körülírtabb góc, viszont az MR sorozat már három gócot gyanított meg, amikor pedig a mangános kontrasztanyagot is használták, akkor sokkal magabiztosabb diagnózis diagnózist tudtak mondani a radiológusok, mert ezen a sorozaton a metasztatikus gócok sokkal jobban elkülönülnek az épp parenhimától, hiszen az épp parenhima az felveszi a mangántartalmú kontrasztanyagot, megváltozik a színe, itt világosabbá válik, a metasztatikus gócok pedig nem tudják felvenni ezt a kontrasztanyagot, és így lelepleződnek. A mangent egyébként az MR-során, más ö, vizsgálatok során is használhatjuk. Talán hallottak már az MRCP-ről. Az MRCP az egy erősen T2 súlyozott vizsgálat, ami az utak, illetve a pankreász vezeték kóros elváltozásainak a kimutatására szolgál. Nagy mennyiségű mangán tartalmaz egyébként az ananászli is, viszont ugye a, a, T2 sorozaton azt azért illik tudni, hogy a folyadék tartalmú képletek nagyon világosak, hiperintenzek, és mivel az EPE 95-98%-ban folyadékot vizet tartalmaz, ezért az epehólyag, az epevezeték, sőt még a pankreász vezeték is hiperintenz formában jelenik meg. A probléma az, hogy a gyomorban, illetve a környező duodénumban is nagy mennyiségű víz lehet jelen. Na most ahhoz, hogy a, az epevezetékekről minél jobb képet kapjunk, muszáj, hogy a duodénumban és a gyomorban lévő folyadéknak a jelét azt viszont elnyomjuk, és erre szolgál az ananászlé, illetve az abban található mangán, mert ha, be, mert ha a páciens megiszik ebből egy fél-egy liternyi folyadékot, akkor az a duodénumba, illetve a gyomorba jutva teljesen lenullázza azoknak a jelét, tehát egy homogén fekete hátteret fogunk kapni, és a fekete háttérrel szemben nagyon jól elkülönül a fő epevezeték, az epehólyag, sőt még a vírzunk vezeték is. A gadolinium, a szervezetünk számára szintén egy, kontra egy toxikus anyag, úgyhogy be kell csomagolni. Régebben, nem is olyan régen, még egy-két évvel ezelőtt még lehetett kapni úgynevezett lineáris gadolinium tartalmú kontrasztanyagot is, viszont ezekről kiderült, hogy károsak a szervezetünkre, mert a gadolinium ezekből könnyedén ki tud szabadulni, és le tud rakódni a különféle szerveinkben. Úgyhogy ma már az Európai Unió területén belül csak úgynevezett makrociklikus uh, gadolinium tartalmú kontesztanyagok érhetőek el, melyekben a gadolinium egy ilyen burokba van zárva, és ebből nagyon-nagyon kicsi valószínűséggel tud csak kiszabadulni. A gadolinium egyébként a T1-es sorozaton csökkenti a relaxációs időt, tehát a gadoliniumot halmozó struktúrák, egy ilyen intenzív fehér színben tűnnek fel. Itt egy glioblastoma multiformét láthatunk, egy gyűrűszerűen halmozó gócot itt jobb oldalon. Úgyhogy egy jó minőségű kép előállítására képes a gadolinium a T1-es sorozaton. Viszont a gadoliniumnak az ion rádiusza nagyon hasonlít a kálciuméra, így ö, meg tudja pixkálni a kálcium csatornákat, enzimaktivitásokat tud blokkolni, illetve egyéb olyan élettani folyamatokat tud befolyásolni, ami a szervezetünk számára nem jó. Hogyha a páciens ráadásul még veseműködési zavarban is szenved, akkor nagyon ritka esetben, de sajnos előfordulhat az úgynevezett nefrogén szisztémás fibrózis, amikor a gadulinium nem tud megfelelő módon kiürülni a szervezetből, és szisztémás formában lerakódik. Ez a betegség az úgy szokott indulni, hogy az alsó végtagon a bőr megvastagszik, merevé válik, sőt az izület is elmerevedhet, aztán később a tüdő, a máj és a szív érintettségére is fény derülhet. Tipikusan a kontrasztanyag beadását követően kettő hónappal jelentkezik, viszont hat hónap múlva elég csúnya fibrózis, illetve elszínőződés kontraktúrák alakulhatnak ki a páciensnek. Ma már szerencsére ez a, ez a megbetegedés ritka, de ez csak annak köszönhető, hogy ma már nem használunk lineáris kontrasztanyagot, illetve törekszünk a nem ionos kontrasztanyagok használatára, illetve törekszünk a minél kisebb mennyiségű kontrasztanyagok használatára. Sajnos a nefrogén szisztémás fibrózisnak nincsen igazán hatásos terápiája, mint a korábban bemutatott betegségek esetében. Itt is a megelőzésen van a hangsúly. Lehet próbálkozni dialízissel, az talán segíthet, de igazán a pácienseket nem lehet meggyógyítani. Öm, és akkor próbáljuk megválaszolni azt a kérdést, hogy kell-e a gadoliniumtól? Na most öm, erre a rövid válasz az, hogy igen, de nézzük meg ezt a két képet. Itt van két páciens, akik különféle betegségek miatt többször átestek gadoliniumos kontrasztanyagos MR vizsgálaton. Viszont a baloldali ö, hölgy csak lineáris gadoliniummal, ö, csak lineáris gadoliniumot kapott, a jobb oldali hölgy pedig csak makrociklikus gadolinium tartalmú kontrasztanyagot kapott. Na most, amikor ezek a képek készültek, akkor ők egyáltalán nem kaptak kontrasztanyagot, viszont ezek T1 súlyozott képek, és látszik, hogy ezen a baloldali képen a kisajtban a nukleus dentátus területén egy hiperintenz jelet kapunk, ami arra utal, hogy a lineáris gadoliniumból tényleg kiszabadul a gadolinium, lerakódik itt a kisagyban, és a t képeken gyönyörűen világít. Ezzel szemben a makrociklikus formában jelenlévő gadolinium tartalmú kontrasztanyagból nagyon-nagyon kis valószínűséggel szakadhat csak el a gadolinium, és ezért ez a páciens hiába esett át 15 MR vizsgálaton, itt nem látjuk ezt a hiperintenz jelet, tehát itt nincsen lerakódott gadolinium. A gadoliniumot egyébként jelen állás szerint összefüggésbe hozzák különféle neurológiai betegségekkel, például a Parkinson korral is, de ez még további kutatások tárgyát képezi. Terhességben és szoptatásban, ha lehet, akkor egyáltalán ne vizsgáljuk meg a pácienseket se CT-vel, és ne is adjunk neki kontrasztanyagot, de ha már nagyon muszáj, akkor terhesség esetében, hogyha a hölgy kapott jódos kontrasztanyagot, például egy pulmonális embólia kapcsán, akkor az újszületnek a funkci pajzsmirigy funkcióját mindenképpen ellenőrizni kell. Hogyha MR vizsgálaton esett át az édesanyja, akkor a születendő magzatot nem kell vizsgálni. Szoptatás során a folyamat folytatható, még akkor is, hogyha az anya jódos kontrasztanyagot kapott, viszont hogyha MR vizsgálaton esett át a szoptató kismama, akkor a szoptatást fel kell függeszteni, mindaddig, amíg a gadolinium biztonságosan ki nem ürül a szervezetből. Hogyha a hölgy ráadásul vese elégtelen is, akkor e, jó esetében nincsen további teendő, viszont gadoliniumot egyáltalán nem szabad adni a kismamának. Az ultrahangos képalkotásról majd beszélünk részletesen, amikor a gyakorlatra érkeztek. Itt csak röviden annyit, hogy van egy transzducer, abban van egy piezoelektromos kristály, amiből elindulnak az ultrahang nyalábok, és a szervezetbe jutva különféle módon visszaverődnek, tovább haladnak és visszaverődnek, vagy szétszóródnak, és a visszaérkező jelekből generál a készülék valamilyen képet. Az ultrahangos vizsgálatok során, vagyis az ultrahangos vizsgálatok 99,99%-ában nem használunk kontrasztanyagot, de létezik kontrasztanyagos ultrahangos vizsgálat is, viszont ehhez speciális szoftver kell, speciális gép. Én sajnos még ilyen vizsgálatot nem végeztem, de ezek a kontrasztanyagok ilyen kis foszfolipid burokba zárt gázmolekulák, kénhexafluorid molekulák, amik az érpályába juttatva végighaladnak a szervezeten, és hogyha például a májat vizsgáljuk, akkor ott felerősítik a transzducer felé haladó ultrahang nyalábok, nyalábokat. Aztán miután végigmentek a májon, eljutnak a tüdőbe, ott szétrobbannak, és a, a páciens pedig ezt a kontrasztanyagot ki tudja lélegezni biztonságosan. Ugyanúgy működnek, mint uh, például a jódos kontrasztanyagok, vagy a gadoliniumos kontrasztanyagok. Tehát uh, itt van például egy uh, HCC, ami a kontrasztanyag nélkül végzett ultrahang vizsgálaton is látszódik, viszont ez még nem egy diagnosztikus vizsgálat. A B képen látszódik, hogy ez a góc homogénen halmozza ezt a kontrasztanyagot, majd a késői sorozaton, tehát hogyha várunk 5-10 percet, akkor a, a, góc, a HCC góc eldobja magától ezt a kontrasztanyagot, ezt úgy hívják, hogy kimosódás, még az épparenhima megtartja a kontrasztanyagot, és ez nekem azt mondja, még nem azt mondja, hogy HCC, csak azt mondja, hogy ez nagy valószínűséggel egy malignus folyamat, ami egyértelműen további kivizsgálást indokol. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha most van bármilyen kérdésetek, akkor arra válaszolok, e-mailben elérhető vagyok, illetve ez az előadás is fel fog majd kerülni a YouTube csatornámra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!